Tisztelettel köszöntök minden kedves megjelentet. Én Rácz Péter vagyok, a járáshivatal, az ötödik járáshivatal vezetője. Engedjék meg, hogy külön köszöntsem meghívott vendégeinket, dr. Belko Attila, főispán urat, a megyei kormányhivataltól, Herceg Zsolt, országgyűlési képviselő urat, Szűcs Dániel, Mezőtúrváros polgármesterét, Kis Gábort, Mesterszállás polgármesterét, Patkós Éva, a polgármester asszony Mezőtúr önkormányzatától, Térdesítő Szonya, a főosztályvezető asszonyt a kormányhivatal foglalkoztatási főosztályától, és engedjék meg, hogy köszöntsem és külön bemutassam minden jelenlévőnek a Mezőtúri járáshivatal foglalkoztatási osztályának új vezetőjét, Rivasz Istvánné, a nevemet, aki nemrégiben vette át a bíztatását az osztály vezetésére. Köszöntöm a megjelent minden kiállított munkáltatót, és köszöntöm a munka céljából, a szervezés céljából megjelenteket. Elkérem Herceg Zsolt országgyűlési képviselő urat, hogy néhány szóval köszöntse a megjelenteket. Tisztelt főispán úr, tisztelt polgármester kollégák, tisztelt alpolgármester asszony, főosztályvezető asszony, osztályvezető asszony, tisztelt munkáltatók, bármi egyszer, úgyhogy... Tisztelt dolgozók, tehát az itteni dolgozókra gondolok, tehát a munkahogyi osztály dolgozói, tisztelt munkavállalók, nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket. Amit hangsúlyozni szeretnék, az az, hogy én 2010-től voltam Mezőtúr polgármestere, és abban az időszakban a munkaerőpiaci helyzet, a munkanélküliségi ráta mértéke az itt Mezőtúron 14% körüli értéken mozgott. Az elmúlt években köszönhetően a versenyszféra fejlődésének, és ezúttal is köszönöm minden cégnek azt, hogy és gratulálok, hogy milyen szép eredményeket értek el az elmúlt több mint 10 esztendőben, itt Mezőtúron is, a járásban is, a környezetünkben is azt láthattuk, hogy a településen működő cégek fejlődnek, egyre jobb eredményeket érnek el, és nem utolsó sorban egyre több munkavállalót foglalkoztatnak. Annak idején, amikor elkezdtem a polgármesteri munkámat, akkor kb. 10 ügyfelemből 9 azért jött hozzám, hogy segítsen neki elhelyezkedni, mert nem talál munkát. A Nemzeti Ügyek Kormánya 2010 óta számos olyan intézkedést vezetett be, ami ehhez a nagyszerű eredményhez vezetett, amit az imént említettem. Amit ugyancsak fontosnak tartok, hogy itt mi Mezőtúron és a járásban együttműködve a kormányhivatallal, hozzó civil partnerségben például megvalósítottunk egy olyan top projektet, amely számos segítséget nyújtott a munkaerőpiacon történő elhelyezkedéshez, segítette a vállalkozóvá válást, és még sorolhatnám nagyon sokáig, hogy mennyi minden értékes dolog valósult meg ebből a projektből. És hát ezen túlmenően itt a kormányhivatal berkeink belül számos olyan program valósult meg, amely ugyancsak segítette akár a fiatalok elhelyezkedését, akár az idősebb korúak elhelyezkedését, támogatta ezt a célt. Tehát nagyon nagy és szép eredményeket értünk el közösen összefogva. Én azt kívánom a mai nap, az, hogy mindannyian találjanak megfelelő munkát, és azt remélem, bár az önkormányzatoknak ez nem jó hír, hogy a közfoglalkoztatás terén, ugye ezzel párhuzamosan folyamatosan arról beszélhettünk, hogy közfoglalkoztatásba bekerült dolgozói létszámhoz folyamatosan és drasztikusan csökkent, de ez így van jól, hiszen a közfoglalkoztatási programnak az volt a célja, hogy az elsődleges munkaerőpiacra vezesse vissza a dolgozni vágyókat. Tisztelt jelenlévők, nagyon örülök, hogy találkoztam itt Vartányi Búsi Juliannával, a korábbi osztályvezetővel. Itt mindenki előtt szeretném megköszönni Julikának azt a nagyon jó együttműködést, amit az elmúlt években az önkormányzatokkal, a munkavállalókkal végzett és törekedett arra, hogy minél többet tudjon segíteni. Julika nyugdíjas éveithez mindenki előtt nagyon sok egészséget, boldogságot, és azt kívánom, hogy sokáig élvezd a család szeretetét, meg a dolgokáig, majd adik
tudtokból egy van, de reméljük, hogy sokasodnak. Úgyhogy nagyon jó egészséget kívánok. Az új osztályvezető osztályoknak pedig természetesen nagyon sok sikert. Kívánok, azt kívánom, hogy ezek a mutatók, ezek folyamatosan javuljanak, és összefogva itt a térség polgármestereivel, térségre működő versenyszínűt szereplőkkel, cégekkel egy jó együttműködést tudjon kialakulni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mindenkinek egy eredményes napot kívánok, a cégeknek pedig azt, hogy ez a munkaerő hiány, ez lehetőleg minél jobban mérséklődjön, nem fog megszűnni, mert látom, hogy nem tud megszűnni, de azt kívánom, hogy mindenki találja meg azokat a munkavállalókat, akiket majd aztán tud foglalkoztatni. Tudom azt, hogy megbecsülik a munkavállalókat itt Mezőföldön és a járásban és a régiókban is, úgyhogy mindenkinek sok sikert kívánok, és mindannyiunknak egy szép fejlődést a további évekre is. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet! Megköszönöm országgyűlési képviselő úr köszöntő szavait. Ő hozzá kapcsolódva, az általa elmondottakhoz kapcsolódva arra biztatom minden kedves megjelent ügyfelünket, hogy bátran válogassanak a jelenlévő állásajánlatok között. Úgy gondolom, hogy tudjuk, hogy minden egyes munka elkezdésében van némi kockázat, de úgy gondolom, hogy ha valaki jól választ, így bátran választ, akkor meg fogja neki érni. És a jelenlegi helyzetben úgy gondolom, hogy mindennél fontosabb az, hogy mindenkinek, a lehető legtöbb embernek munkája legyen, amely biztos megélhetés biztosít. Szeretném itt a megnyitó előtt megköszönni az osztály minden kollégájának azt, hogy ezt az álláskörzét létrehozta, hogy a megszervezésében közreműködött. Minden olyan kollégámnak, aki itt az osztályon dolgozik, illetve néhányan, akik másik osztályról jöttek át ennek a mai napnak a megszervezésére és lebonyolítására, illetve azoknak is köszönöm, akik gyakorlatilag, mint volt osztályvezető asszony már, visszajöttek nekünk segíteni. Ezzel én a mai állásbőrzét megnyitom, és mind a munkáltatóknak, mind a munkavállaló jelölteknek jó állásbőrzét és jó álláskeresést kívánok, eredményes álláskeresést. Köszönöm. November 4-én Mezőtúron állásbőrzére került sor itt a munkaügyi központban, ahol számos álláskereső találhat nagyon jó ajánlatot. Mit tudhatunk a részletekről? Ez az állásbőrze már nem az első, amelyet a Mezőtúri Járáshivatal foglalkoztatási osztálya megszervez. Korábbi években nyilván a pandémia erre nem adott lehetőséget, de előtte minden évben szerveztünk ilyen állásbőrzét, amelynek az a célja, hogy összehozza egy helyre, egy időpontba az álláskeresőket, illetve az állást kínáló cégeket. Azt tudjuk elmondani erről a mai eseményről, hogy közel 400 regisztrált ügyfelünknek küldtünk ki rá meghívót. Jelen van 16 úgymond kiállító, ide kell érteni egyébként a honvédséget, meg a rendőrséget is, ugye ők is toboroznak különböző célokra, illetve a környéknek a nagyobb foglalkoztatói jelentek meg, azzal a céllal, hogy az általuk foglalkoztatottak körét bővítsék, tehát olyan álláshelyekre, olyan szakmákra keressenek embereket, ahol ebben ők hiány szenvednek. A mai napon akár jelentkezni is lehet állásokra? Természetesen reméljük, hogy minél többen fognak ezzel a lehetőséggel élni, hogyha választanak, ahogy említettem, 16 kiállító bármilyen ajánlata közül, akkor akár itt helyben is nyilván megállapodhatnak előzetesen arról, hogy az adott cégnél elkezdenek dolgozni. Csak helyi cégek képviseltetik magukat ezen a rendezvényen? Nem csak Mezőtúri van Túrkevéről, Törökszentmiklósról, Szolnokról is, és ezzel kapcsolatban azt szeretném elmondani, és a televízión keresztül is arra biztatni minden álláskeresőt, hogy annak érdekében, hogy egy biztos állása legyen, elképzelhető, hogy ki kell mozdulni a komfortzónájából, tehát nem feltétlenül a lakóhelyén találhat munkát. Gondolj át, igazából nagyon sokan ingáznak Magyarországon, munka szempontjából, munka céljából, és ez nem egy extra dolog, nem egy különleges dolog, viszont a másik oldalon, a serpenyő másik részén pedig ott van az, hogy egy biztos munkát találhat. Némi picike is kényelmetlenség lehet akkor, hogyha utazni kell, de ez is úgy gondolom, hogy megoldható, ezt sokan csinálják.
Meddig tart a mai napi állásbőrze, meddig érkezhetnek az álláskeresők? Úgy hívtuk be az álláskeresőket, hogy ütemeztük. Tehát azoknak, akiknek kiküldtük a meghívót, különböző időpontokra szól a meghívójuk, annak érdekében, hogy itt ne legyen tumultus. Egyébként délig tervezzük az állásbőrzét, és szeretném azt is elmondani, hogy a környék két középiskolájából is hívtunk ide végzős diákokat, akik a nap folyamán picit később fognak érkezni, hogy ők, akik kikerülnek az iskolapadokból, már akár találhassanak itt állás lehetőséget. Mikor várható a közeljövőben, a jövőben újabb bőrze? Hát nyilván idén már nem, jövőre valószínűleg ugyancsak meg fogjuk szervezni. Közelebbi időpontot még most nem tudok mondani, de úgy gondolom, hogy mindenképpen lesz. November 4-én került megrendezésre az állásbőrze itt Mezőtúron, ahol számos környékbeli és helyi cég képviselteti magát, és az álláskeresők számos jó lehetőséget választhatnak. Mit tudhatunk a részletekről? Igen, ez nemrégiben, néhány héttel ezelőtt megyei szinten is megrendezésre került ez a rendezvény, és most itt a járásunkban, Mezőtúron a mai napon a munkát keresők találkozhatnak azoknak a cégeknek a képviselőivel, akik különböző területekre keresnek munkaerőt. Nagyon fontos ez, hogy legyen a munkavállalóknak, a leendő munkavállalóknak, vagy azoknak is, akik esetleg váltani szeretnének, a mostani munkahelyük helyett egy másikat keresnének, hogy lehetőséget biztosítsunk arra, és ezt a kormányhivatal és a járási hivatal itt Mezőtúron a mai napon megtette, hogy a cégek képviselői ugye eljöttek, bemutatkoznak, el tudják mondani azt, hogy milyen területekre, akár segédmunkára, betanított munkára, vagy esetleg szakképesítést igénylő pozíciókba kiket keresnek, és akkor a munkavállalók el tudják dönteni, hogy melyiket válasszák, és remélem, hogy nagyon sokan találnak maguknak olyan munkalehetőséget, amellyel a családjuk megélhetése az jelentős mértékben javulni fog. Úgyhogy a mai nap célja ez, és hát köszönet érte a kormányhivatalnak, a munkaügyi osztálynak, a járási hivatalnak, minden dolgozónak, akik megszervezték, és természetesen köszönet illeti a cégeket is, hogy eljöttek. Ennek ellenére, a köszönet ellenére, hogy azt kell mondani, hogy elemi érdekük, hogy találjanak munkavállalókat, hiszen ma arról beszélhetünk itt 2022-ben, még a jelenlegi helyzet ellenére is, itt a rezsi árak emelkedésére gondolok, hogy a versenyszféra jelentős munkaerőhiánnyal küzd. Hát nagyon fontos az, hogy minél többen találjanak ma munkát, minél többen helyezkedjenek el azoknál a cégeknél, ahol munkaerőhiány van. Nyilvánvalóan ez nagyon fontos, hiszen onnantól kezdve, hogyha ezek az üres helyek betöltésre kerülnek, vagy legalábbis minél nagyobb mértékben betöltésre kerülnek, akkor a cégek is szebb eredményeket, jobb eredményeket tudnak elérni. Ebből pedig mindenki profitál, az állam is, hiszen adóznak, adót fizetnek, foglalkoztatnak. A munkavállalók is adót fizetnek, és az állam és az önkormányzatok is, például itt a helyi iparűzési adóra gondolok, amelynek a mértékeit Mezőtúron 2010 óta több mint a duplájára emelkedett. Az önkormányzat pedig ebből a bevételből működni tud, és különböző fejlesztéseket is meg tud valósítani. Az elmúlt évek tendenciája az volt, hogy a saját bevételből egyre több saját forrásból végrehajtott fejlesztés valósult meg itt Mezőtúron is, és számos más településen is. Most sajnos a jelenlegi helyzetben, amik az energiaárak drasztikusan emelkedtek, ez a minél több bevétel arra lesz jó, hogy az önkormányzatok is működőképesek maradjanak. Akik pedig nem maradnak azok, annak ellenére, hogy mindent megtesznek azért, hogy takarékoskodjanak, különböző takarékossági intézkedéseket hoznak meg, ott majd minden bizonnyal, reményeim szerint a magyar állam, a kormány valamilyen módon majd segítséget nyújt. November 4-én kerül megrendezésre Mezőtúron állásbőrze, amelynek itt a munkaügyi központ adott otthon, ahol számos helyi és környékbeli cég képviselteti magát, és számos álláskereső találhat magának jó ajánlatot. Mit tudhatunk a mai nap részleteiről? Hát a mai programnak a megszervezése nem új keletű Mezőtúron. Ugye ez egy régi hagyomány már, ha szabad így fogalmazni, hogy a munkaügyi központ megszervezi ezt a rendkívül hasznos rendezvényt, illetve programot. Ugye most is körülöttünk is számos embert látok, én örülök, hogy ennyien érdeklődnek a mai napon. Ez azt tükrözi, hogy akiknek jelenleg nincs állásuk,
vagy esetleg van munkahelyük, de újat szeretnének keresni, újat szeretnének találni, érdeklődnek azok iránt, a munkáltatók iránt, akik itt a mai napon megjelentek. Én szeretném megköszönni egyrészt a munkáltatóknak, akik eljöttek a mai napon. Számos mezőtúri céggel találkozhatnak azok, akik érdeklődnek itt a mai állásbőrzén. Rendkívül hasznos információkat kaphatnak, akik eljöttek a mai nap folyamán. Ugye alapvetően, hogyha szétnézünk és körbejárunk, akkor láthatjuk a cégeknek a nevét, azt, hogy milyen munkakörre keresnek munkavállalót. Ezen kívül különböző hasznos információkkal tudják őket ellátni, regisztrálni tudnak, az álláskeresőknek tudják adni az adataikat, és később akár személyesen vagy telefonon is fel tudják őket keresni a későbbi esetleges munkáltatók. És azt gondolom, hogy alapvetően, hogyha jelenleg nincs olyan munkakör az adott cégnél, amire az adott álláskereső jelentkezni szeretne, vagy az őt érdekelni, akkor is van arra lehetőség, ezt például pont félfőle hallottam az egyik standnál, úgymond, hogy az ő nevét felírták, azt is, hogy milyen végzettsége van, azt is, hogy milyen munkakört vállalna szívesen, mit szeretne dolgozni, és amennyiben lesz ilyen szabad státuszuk, akkor az illetőt szintén meg tudják keresni. Ez mind-mind azt gondolom, hogy rendkívül hasznos, mind a jelenben, mind a jövőben. Ugye mindannyian tudjuk, hogy az energiaválság miatt nem csak a lakosságnál keletkezhetnek olyan többletköltségek, ami azt gondolom, hogy fél évvel, egy évvel ezelőtt nem várt kategóriába tartozott mindenképpen. Ez a cégeknél is ugyanúgy megjelenik. Tudjuk jól, én is nagyon sok mezőtúri cégvezetővel szinte heti napi kapcsolatban vagyok. Így van információm arról, hogy őket is keményen érinti a rezsiköltség emelkedés, és így nyilvánvalóan nekik is tisztán és világosan kell látni a munkaerőpiacon, és hogy milyen lehetőségeik vannak mind a jelenben, mind a jövőben. Ez a nap, ez egy nagyszerű alkalom arra, hogy ezt ők is felmérjék, valamint még egyszer hangsúlyozom, azok, akiknek nincs jelenleg munkahelyük, vagy váltani szeretnének, azok pedig megtalálják akár a mai napon, vagy akár a következő hetekben, hónapokban maguknak azt a lehetőséget, amellyel a későbbiekben mind maguknak, mind a családjuknak meg tudják teremteni a mindennapi megélhetést. A mindennapi életben azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, azért a mai rendezvényt mindenképpen nagyon hasznosnak tartom. November 4-én kerül megrendezésre állásbőrzeit Mezőtúron, amelynek a munkaügyi központ ad otthont. Itt számos álláskereső, illetve cég képviselteti magát. Mit lehet tudni a mai nap programjairól? Az állásbőrzét azt több hete ugye készítettük elő, hogy meg tudjuk rendezni itt november 4-i napon. Számos munkáltatónak küldtünk ki értesítést, meghívót. Jelenleg 14 munkáltatónk van itt az emeleti részen a nagyteremben, illetve lenti részen még a toborzói rola és a rendőrség, illetve 3 felnőtt képző intézmény is megjelent a rendezvényen. A 626 ugye a Karszaki Szakképzési Centrum képviseletében, a Ványai Ambrus gimnáziumi szakképzőiskola és a Karakter felnőtt képző intézmény. Az álláskeresők hogyan vesznek részt a rendezvényen, milyen meghívásban részesültek? Több vonalon indítottuk el az álláskeresőknek a meghívását. Természetesen akinek volt lehetőségünk e-mailben értesítést küldeni, küldtük az értesítéseket, körülbelül egy 180 álláskeresőnek, illetve levélformában is küldtünk értesítéseket, ez közel egy 300 munkavállalót érintett. Illetve ugye a közfoglalkoztatásban lévő álláskeresőknek a munkáltatóit kerestük meg, és ők jelezték a közfoglalkoztatásban lévőknek azt az állásbőrze lehetőségét. Említette, hogy számos cég képviselteti magát itt az emeleti teremben, és ezek között mezőtúri, illetve vidéki cégek is szerepelnek. Ők mi alapján látogattak el ide a mai napon? Mezőtúri cégek is, ugye van egy úgynevezett partnerlistánk, amin keresztül ugye megkerestük a cégeket, és akik jeleztek nekünk vissza, hogy szeretnének a rendezvényen részt venni, mert hogy van lehetőség álláskeresőt felvenniük, ugye van szabad munkakörük, ők kerültek egyszer meghívásra, illetve mivel hogy az állásbőrze ugye meghirdetése is került több vonalon, tehát itt ugye a szórólapoktól, a hirdetéseken keresztül ugye több formában itt
próbáltuk ezt meghirdetni, vidéki munkáltatók is jeleztek. Illetve van arra lehetőségünk, hogy vannak úgynevezett kiterjesztett munkaerőigények is, ami akár ugye nem csak a mi megyénket érinteti, hanem más megyét az országban, és a környékben levő ilyen munkáltatókat is megkerestük, sőt, aki meghallotta, hogy lesz ilyen lehetőség, ők maguk is jelentkeztek el az állásbőrzére. Hogyan látja mai nap Magyarországon, hogyan áll a munkanélküliség? Én azt gondolom, hogy az utóbbi években ugye nagyon szépen csökkent az álláskeresőknek a száma. Én itt Mezőtúr és térségét tudom pontosan mondani, jelen pillanatban 5,5-ös a rátánk. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép és nagyon jó eredmény. Bízunk benne, hogy ezt a szintet tartani tudjuk, illetve csökkenteni, meglátjuk a jövőben a változások, hogy hogyan alakulnak.